Sziasztok! Ez lesz az első ilyen autós vezetős vlogom. Megnézzük, hogy mit sikerül kihozni a dologból. Hát megvan az autóm végre, úgyhogy nagy boldogság van, mert nagyon sokat küzdöttem, meg nagyon sokat nézelődtem, hogy most végül milyen autó legyen, hogy legyen, miért vegyünk, ne vegyünk, várjunk egy kicsit, koronavírus, sötörö. Úgyhogy ez elég érdekesen sikeredett, de végre megvagyunk. Remélem nem fogja ledobni a telefon tartót a szélvédő, mert eddig egyetlen egyszer raktam föl, és akkor ledobta így üresbe, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy bírjuk. Bocsánat, hogyha közben én így akadozok még, de nekem még azért kell időnként süni, szegény süni. Megálltam egy süni miatt az úton, na hát ezért mondom, hogy én még azért így figyelek. Nem akartam szegénykét megölni, mert hát nem tehet semmiről. Na úgyhogy megvan az autóm, nagy boldogság van. Haladunk, suhanunk, kicsit azért egyszerűbb így az élet eljutni bárhova, A-ból B-be, mint állandóan a busszal szenvedni. Nekem már nagyon tele volt a bakancsom ezzel is, hogy most kínlakom ugye Rákospalota, Újpalota, ki hogy hívja, tehát kínlakom a 15 autópólusz centernél, és állandó jelleggel nekem, ha be kellett jönni anyuhoz, az egy agyvérzés volt. Tehát az azonnal megbolondulsz. 46-os busz jön 40 percenként, ha jön, akkor ott a körültél, hogy kijutottál, és akkor utána itt vagyok anyunál, mondjuk tényleg megiszok vele egy kávét, mert azért hetente egyszer szeretek én is átjönni hozzá, hogy ő is lássa, hogy élek, én is lássam, hogy ő is rendben van, mindenki rendben van, és egyszerűen nem volt kedvem átjönni, és nem azért, mert hogy vele van problémám, hanem mert annyira rohadt nehezen jutottam utána haza. Volt olyan, ki kellett mennem a 17. kerületbe a házi orvosomhoz, és kijutottam 276-ossal viszonylag későn. Fú, hát ez valami szörnyű lesz, ez nagyon rángat. Kell valami stabilabb telefontartót találnom. Szóval kijutottam ugye 276-ossal, kijöttem a házi orvostól, ugye viszonylag késő munka után voltam már kint a házi orvosnál. Kimentem, persze a következő, ami jön, egyébként is negyed óránként jár az garázsmenet. Hát mondom, ez tökéletes. Akkor egy ilyen 30 percet vártam a 276-osra. Majd a 276-os lerakott a garázsnál, mert az is garázsmenet volt. Rettenet boldog voltam tőle. Ott vártam még negyed órát, tehát körülbelül egy órája jöttem a házi orvostól, és tényleg két kerületet kell odébb jönnöm, tehát botrány. Megérkeztem a Jókaira, leszálltam a 276-osról, és mondom, megnézem, hogy jön a 46-os, és 40 perc. Na és ott volt az a pont, amikor így ráírtam páromra, hogy jó, akkor én anyunál alszom, mert én nem vagyok hajlandó innen még 40 percet megyek mondjuk az Erdőkerülő utcáig, és onnan még gyalogolnom kellett volna egy olyan 20-25 percet, mert az Erdőkerülőtől, megmondom őszintén, a fogalmam nincs, hogy milyen busz az, ami hozzám megy. Úgyhogy így nézett ki egy kör, hogyha én át szerettem volna jutni anyuhoz, és akkor nem beszélve arról, hogy ugye mostanában sűrűbben járkálok egészségügyi vizsgálatokra, reggel vérvétel, labor, reggel hétre, hát nekem átjutni a 16. kerületbe, az valami brutál kínszenvedés. Tehát, hogy egyszerűen nem akarok nekiindulni, tehát minden bajom van, hogy nekem ezt végig kell csinálnom. És eljutottam addig a szintig, hogy na akkor vagy most veszek egy autót, vagy kész, nekem elegem van. Főleg ugye jönnek ez a nem mászkálj sehova, mert koronavírus van, nem ennyi a tömegközlekedéssel, mert koronavírus van. Én értem, csak vannak olyan kötelező, bocsánat, csak közben jött velem valaki lámpa nélkül szembe,
Szóval vannak olyan kötelező dolgok, amik miatt nem tudod mindig kikerülni, hogy otthon maradjál. Tehát nincs ilyen opció, hogy most én folyamat otthon legyek, és akkor tényleg nem jövök ki a lakásból. Most már egy hónapja otthon vagyok, idézőjelbe karanténba. Most már azért én is egy picit, hogy mondjam, lazábban beszélem, most ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek oda ezekre a dolgokra, hogy kézmosás, fertőtlenítés, mit tudom én, hanem most is például átjöttem anyuhoz, jött egy csomó csomagom, amit most már úgy jó lett volna, hogy átveszek, még azért anyut is jó lenne most már így élőben látni, sűrűbben, nem csak telefonon beszélni vele, de ugye most már nekem baromi nagy könnyebbség, hogy itt az autó, tehát hogy nem érintkezek emberrel, ez az autó, ez ki lett takarítva, ki van fertőtlenítve, kapott egy ózonos tisztítást, tehát hogy ennél nem félek attól, hogy beülök az autóba és koronás leszek, nem beszélve arról, hogy senkivel nem kell kommunikálnom, ami a legkönnyebb. Ez a legszebb az autózásban, és mivel ez egy kis fogyasztású autó, gyakorlatilag árban kb. Ugyanott jövök ki, mint hogyha megvettem volna a havi bérletet BKV-ra. Csak mondjuk így másfél-két órás szívás helyett 15 perc alatt ott vagyok anyunál, ami azért annyira nem mindegy. Tehát, hogy azért én ezt rettenetesen élvezem. Nem beszélve arról, hogy egyedül nagyon szeretek vezetni, tehát így jönni-menni, legszívesebben, hogyha lehetne, akkor így időnként fognám magam, beülnék az autóba, és nem tudom, lemennék a Velencei tóra, de csak azért, hogy így lemegyek, és ugye fél óra múlva elindulok haza, lehet, hogy benzinpazarlás, meg lehet, hogy kurva fölösleges, de úgy vagyok vele, hogy én nagyon szívesen megyek, és hogyha már van egy autóm, meg csináltam egy jogosítványt, akkor szeretném ezt használni is. Tehát most is kibírhattam volna, hogy mit tudom én, pár nap múlva jövök, de unatkoztam otthon, megcsináltam minden dolgom, ki van takarítva, meg vannak csillálva a munkáim, és úgy voltam vele, hogy ha már itt az autó, tényleg akkor beülök a kocsiba, 15 perc alatt ott vagyok anyunál, iszunk egy kávét, kicsit beszélgetünk, elhozom a csomagjaimat, és akkor mindenki boldog, főleg én. De szeretem, amikor valaki nem találja meg a sávját. Nem beszélve arról, hogy az ilyen autós vlogoknál azért fogok tudni egy-két érdekességet mutatni nektek, mert amilyen szinten az emberek szarnak a kresszre, bocsánat, a kifejezésért, az veszélyes. Tehát, hogy olyan dolgokat látok így, ahogy vezetek, hogy milyen stílusú, meg hogy vezetnek emberek, egyszerűen brutál. Nagyon-nagyon durva ez. Át a piroson, az 50-es táblánál 80-nal, megyek az 50-es táblánál 55-tel, ami még tök tűrhető, és tolnak le, de nem az, hogy így kicsit haladjak gyorsabban, lófaszt, nem, tolnak le, mint az állat, elősz ki, záróvonalon keresztül, megy, mint a gép, nem tudom, hova rohan, tehát én nem értem ezeket az embereket. 70-es táblánál Szent Mihályi úton megyek 70-nel, tök normálisan, én nem fog rohanni, mert én nem vagyok hajlandó azért kockáztatni az életemet, mert ő neki mehetnékje van, és jönnek szembe, de egyfolytában jönnek szembe, olyan ideges mögöttem az ember, és így 2 centire seggemben, na hát akkor rohadjál meg, most már azért sem megyek. Tehát, hogy azért én is nagyon föl tudom húzni magam ezeken, mert nem hiszem el, hogy nem lehet normálisan közlekedni, hogy így semmilyen szinten nem előzékenyek az emberek egymással, hogy ledudálnak, ha valakit kiengedek, akiről már nem tudom, jövök 5 km óta, és látom, messziről látom, főleg így este, hogy már ugye lámpa is van, hogy szerencsétlen ott áll, és senki nem engedi ki. És semmiben nem telik, mint megfogni, és visszaváltani egyet, és a villogni neki, hogy gyere ki, és dudálnak rám, és nem, és jön a seggembe, és nem bírja ki, hogy neki vissza kellett egyet váltania, mert én kiengedtem valakit is. Tényleg szégyeljem el magam, hogy nem voltam én is ilyen seggfej, hogy végignézem, hogy szerencsétlen már a nem tudom, hanyadik lámpa óta ott áll. Meg nem beszélve arról, mert azért, mert mindenki más gyors hajt, nekem nem muszáj. Meg nekem nem muszáj, hogyha meg tudok állni, akkor átcsúszni a piroson, mert nekem nagyon sietnem kell. Tehát nem tudom, hova sietnek az emberek. Hova rohanunk ennyire. És sose fogom megérteni ezt. És így se értem, hogy van autóm, mert tök jól dinamikusan lehet haladni, úgyis, hogyha betartom a szabályokat, meg tök kényelmesen itt oda lehet érni A-ból B-be, és akkor is állni fogok a dugóba, hogyha én ettől rosszul vagyok, meg agyvérzés kapok, meg csapkodok, meg nyomom a dugát. Hát ezt se értem. Új még ugye az autó, legalábbis számomra. Én eddig egy 2.5-ös turbózik dízel
teherautó terepjárót vezettem, egy kicsit más, mint egy 1-2-es benzines autó, tök máshol fog a kuplunk, ráadásul azért ezzel sokkal könnyebb lefulladni, mint egy dízellel, nem nagyon vezettem mostanában benzines autót, és elő-elő fordul, hogy hát lefulladok a kicsikével, ami persze általában olyankor történik meg, amikor állnak mögötted, mert olyankor nem fullad le az ember, amikor így senki nincs mögötte, nem, amikor valaki áll mögötte. És állok valamelyik nap a piros lámpánál, zöldre vált a lámpa, és az indulásnál ugye rögtön le is fulladtam. És nem telt bele 3 másodpercbe, már járt a motor, tehát azonnal indítóztam rá, és már nyomjad be. És így, igen, most így miről maradtunk le? Mögötte nem volt senki, tehát én meg ez a kedves delikvens álltunk a piros lámpánál, mögöttünk nem volt senki. És nem értem, hogy hova rohan, hogy neki most mindenképpen rám kellett nyomni a dudát, mert ő ettől most kurva jól érzi magát, hogy ő ledudált engem, mert én lefulladtam. És akkor erre volt páromnak az a válasza, hogy hát fel kéne rakni a tét az autóra, mert ugye nincs még meg az egy év, nincs még egy éve meg a jogsim, még bőven fönt lehet a tét. És mondtam neki, hogy nem akarom fölrakni, mert hogyha fölrakom a tanuló autóvezető jelzést, akkor engem mondom, szanas szét fognak szivatni. Hát olyan nincs a mesében, mert így még azt mondom, hogy elnézegetik, mert nő vagy bénázó, jó van, hülye gyerek, majd megtanulod vezetni az autódat, vagy minek neked jogosítvány című kiabálatosatnak majd megkapom, de ha fölrakom a tét, engem szét fognak szivatni. Főleg vannak olyan emberek, és nekem is van az ismeretségi körömben olyan, aki hobbi tűz abból, hogy egy tanulóvezetőket szivatja, mert hogy tanuljon. Tehát mondjuk ettől nem fog tanulni, mert szerencsétlennek el fog menni a kedve az élettől is. Tehát, hogy attól szerencsétlen nem lesz jobb sofőr, mert te megszivatod tanulóvezetőként. Engem ledudáltak úgy, hogy a tanulóautóban ültem. Tehát a gyakorlóautóban, és dudál. És így mondta az oktatóm, hogy így nem foglalkozzak vele. Nagyon sok ilyen van, nem tudja, mit vár. Tehát úgy így fogalma nincs. Az oktatóm se értette, hogy ilyenkor így mit gondolnak az emberek, hogy azért ülsz a tanulóautóban, mert neked ez hobbi, vagy ennyire sok fölösleges pénzed van, hogy megcsinálsz még egyszer egy jogsit, tehát én nem értem, hogy mit várnak az emberek, hogy ülsz egy tanulóautóban, és ledudálnak. Tehát, hogy azért vannak itt érdekességek. Hát van egy olyan érzés, ami oda-oda nézegetve, hogy ez a vlog, ez csak hanganyagként fog kikerülni, mert nagyon szuper, meg tök jól bírja a telefonom súlyát a tartó, viszont rettenetes erre meg a kép, tehát hogy ezt így nem fogom tudni. Valószínűleg kell majd a levegőbe ömlőre vennem egy tartót, mert akkor a stabil, és akkor fogok tudni ilyen telefonos vlogokat csinálni, meg valószínű, hogy a hangnak is jobbat tenne, hogyha mondjuk bedobnék egy headsetet, és headset mikrofonnal venném fel a hangot. Mindegy, ez egy próbának most így jó volt. Meg megmondom őszintén, hogy pont azért, mert ugye annyira sok rutinom nincsen még, nem árt, és mondják is, hogy ahhoz, hogy vele lazulj a vezetésbe, kell tudnod beszélni közben, kell tudnod énekelni közben, igenis hallgass rádiót, énekeljen, mert akkor lehet tudni, hogy tényleg már úgy van egy kicsi rutinod, hogyha nem kell annyira görcsösen odafigyelned arra, hogy mi van a forgalomba, vagy nem kell annyira görcsösen odafigyelned, hogy most akkor hanyasból hanyasba váltsál föl, hogy most jön a kanyar, nem jön a kanyar. Ezt rettenetesen utálom, mert nekem be kell állnom két autó közé, és ugye még benne van a fejemben, hogy a Mitsuval közlekedek, ez meg egy kurva nagy tank, és megmondom őszintén, nem szerettem annyira vezetni, pont azért, mert iszonyatosan nagy, és nem tudtam parkolni vele. Tehát ezzel a kis autóval, ezzel tök jól... Na, oda is basztam a felnit, király vagyok. Ezért mondták, hogy ne legyen nekem alufelnim, mert valószínűleg egy párszor még oda fogom baszni. Mert ezt az ívet most elnéztem. Mindegy, hát kicsi autó, első autó, örülünk neki nagyon, meg nagyon... Szegénykémnek azért szerintem lesz egy pár problémája, így az élete. Hoppá! Valamiért.
fel akar villogni nekem az olajjelző. Na, azt majd mindjárt szólunk a szerelőnek. Szóval én megérkeztem haza, úgyhogy doblak titeket. Megnézzük, hogy mit sikerült alkotni. Aztán, hogyha ez nem működik, akkor mondom, szerzek a beömlőre rakható ilyen telefontartót, meg headset. Valószínűleg ez most csak hanganyagként megy ki, majd mindjárt leellenőrzöm, hogy mennyire szörnyű, hogy így egyfolytában rezeg a kép. Ha nagyon borzasztó, akkor persze nem teszem fel. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, ez csak egy ilyen kis csacsogás volt vezetés közben, hogy én sem legyek annyira nagyon egyedül, mint amennyire egyébként baromira egyedül vagyok. Úgyhogy további szép napot nektek. Sziasztok!